Az eső sem tántorít el bennünket attól, hogy elkészítsük az ünnepi videónkat. Ingatlan szakértőnk Andrea elhozott bennünket szerintem az egyik legszebb, befektetési szempontból talán legértékesebb helyre, az alig 40 ezer lakosú Parklandbe. Mit kell tudni erről a helyről? Ez egy lovasközpont, rengeteg lakópark is van, és egyben sokan lakóparkon kívül építkeznek, mert hatalmas nagy telkek vannak, és szeretik a zöld övezetet. Hát birtokok vannak, a lovak miatt is, házi állatokat tartanak. Azt tudni kell, hogy ez egy nagyon biztonságos, nagyon elit környék. Az ingatlan árak ilyen 600-800 ezer dollártól kezdődnek. És most milyen ingatlanokat mutatsz nekünk? Először megyünk megnézni egy házat, utána egy sorházat, és akkor utána elmegyünk megnézni egy country clubot. Mert olyat még nem mutattunk. Igen, olyat még nem láttunk. És az a lakóparkoknak a krémje, hogyha lehet így fogalmazni. Megérkeztünk az első ingatlanhoz, de épp egy ügyfél hívta Andit, úgyhogy addig megmutatom nektek az utcarészt. Ez a másik irány, ahonnan érkeztünk, úgyhogy látjátok, hogy nagyjából 4-5 féle típusú épület van, harmóniában a színek, egységesség. Akinek ez a típus nem felel meg, az másik lakóparkba megy, ahol más az építkezési stílus. Külső vízcsap, ott vannak a légkondik, ez az oldala a háznak. Három garázs tartozik hozzá, a dupla az autóknak, és akkor itt van egy tároló garázs. És itt lesz majd a bejárat. Ez egy 4 szobás, 4 fürdőszobás ház. Rajta az ingatlanos kulcs, akkor ez azt jelenti, hogy már nem laknak benne. Igen, itt most ez üresen van. Azonnal költözhető. Igazából most gyorsan megszámoltam, ez egy 5 szobás családi ház, nem 4 szobás. Amint látjátok, hatalmas nagy nappali. Csak hogy érzékeltetve legyen a nagysága, ott jöttünk be, ott a bejárat. Ahol állsz, az a rész ott csak egy ilyen kis előszoba. Hát lényegében ez lenne a nappali, ahol a tévé van, kanapé van. Egyben nyitva van a konyha a nappalival, és akkor ide be lehet tenni egy reggeliző asztalt. És a konyha mellett itt van az étkező. Meg a lépcső feljáró, majd az emeletre felmegyünk. Be van építve a szigetnek az alja, fiókos, pakolós. Igen, de hogyha átjössz erre az oldalra, akkor ide lehet tenni ilyen székeket alá. A háztartási gépek természetesen maradnak. És egyébként nagyon jó állapotban vannak. Dupla sütő, ez a pakolós, a spájz, bepolcozva. Ebbe a lakóparkba gáztűzhelyek vannak. Megőrülök. Hát ilyet én még nem is láttam. Mindenkinek ja, elektromos van. Ez nem tipikus floridai, mert mindenhol villanytűzhelyt használnak, de itt ebbe a lakóparkban gáztűzhely van. És oldalt vannak a gombok. Legalább tudunk ilyet is mutatni, nem hátul. Akkor erre megyünk. Itt van az étkező. Tipikusan ez az az étkező, amit például ünnepekkor, karácsonykor használnak. Szilveszterkor, Thanksgivingkor, amikor nagyobb ünnep van, akkor használják. Amúgy mindenki a reggeliző helynél, igen. De hát itt meg szép nagy asztalt lehet tenni, és akkor vendégeket fogadni. Összejöhet a nagy család. Akkor a lépcső alatt van még tároló. Ó, szerintem még be is kanyarodik. Bemegyek, belesek. Ó, de jó. Ide a bőröndöket is el lehet rejteni. Vagy hogyha a fél nem viselkedik jól, akkor bezárják. Erre van egy fürdőszoba, zuhanyzóval, és itt pedig van a mosókonyha. Innen a mosókonyhából ki tudunk menni a garázsba. És ha jól látom, akkor innen a fürdőből pedig ki a kertbe. Itt van csap is az előmosáshoz. Meg tároló szekrények a mosószereknek. Erre jövünk, itt van a garázs.
nem csak két kocsi fér be, hanem akkor itt lehet pakolni is. Bicikli, cseszki, meg amikor vége van a karácsonynak, ki lehet ide tenni a dekorációt, és itt lehet tárolni. Lehetünk akkor az emeletre. Ja, gyerünk. Akkor itt van egy szoba a gardróbban, van még egy szoba, fürdővel és gardróbban. Ilyen egyébként a hozzátartozó gardrób a szobán belül. És akkor itt van még egy gyerekszoba, gardróbban, meg fürdőszobával. Tehát az első szobához nincs fürdő, ehhez van. Ehhez van fürdő. Ennek nagyobb a gardróbja, igen. És az első szobából hova mennek fürdeni? Ők ide jönnek. Akkor ez a kettes számú fürdőszoba. Ez lenne a harmadik gyerekszoba. Vagy dolgozó is lehet, nem? Vagy lehet dolgozó is, igen. Ehhez is hasonló gardrób. Megyek utána, de ez már a negyedik hálószoba. Ez a negyedik, igen. És akkor itt erre van a gardrób. Rögtön a bejárat mellett. A szülői háló lesz a legnagyobb, de a négy kicsiből ez a legnagyobb. Egyébként lehet a fénynek az erősségét állítani. Ja. Ott most már lekapcsoltuk a villanyt, ahol a szobák voltak, mert elkanyarodunk itt rögtön a lépcső feljáró után balra. Igen, és akkor itt van egy hatalmas nagy szülői háló, és a gardrób be van építve. Egy különálló szoba, szoba a szobán belül. Igen. Igen, azért látszik, hogy ez a legnagyobb szoba. Ja, széles. Mire kimegyünk és megmutatnánk a hátsó kertet, meg ugye hát vízre igen. Néz, addigra besötétedik. Ez a zsalugáteres megoldásra van az árnyékolás, sötétítés. És akkor a szobán belül a fürdő. Két mosdókagylós fürdő, ez lenne a hölgyeké, az pedig a férfiaké. A kettő között a fürdőkád. Itt pedig a zuhanyzó, és itt van bent a WC. A nyilászárók, viharállók. Na, hát nem teljesen sötétedett ja. Még be. Bentről olyan sötétnek tűnt. De az szerintem ablak azért, miatt, mert az hogy... ablakok be vannak sötétítve. Igen, igen, igen. Ja. Van rajtuk ilyen fényvédő, napszűrő. Meg ja. Hát a hurrikánok miatt is a védő réteg. Na. Nagyon jó ez a hátsó kert. Teljesen privát. Van, aki lezárja kerítéssel, mert mondjuk fél a vadállatoktól, hát nyilván az aligátoroktól. De egyébként így néz ki a kerítésen túl. Milyen jó csendes. És így néz ki egyébként az ingatlan hátulról. Menjünk most a klubházhoz, megnézzük, hogy milyen szolgáltatások vannak. És utána onnan megyünk, itt a lakóparkon belül egy másik ingatlant megnézni. Azoknak más community van, de ugyanúgy használhatják a klubházat, meg a fitnesstermet. Egy kicsit el van különítve, mert hogy az egy sorház lesz. Igen. Ezt az ingatlan 2015-ben építették, és 1.245.000-ért van a piacon most. A közös költség 715 dollár havonta. Majd megnézzük, hogy ebben milyen szolgáltatások vannak, gondolom kertész ilyesmi. Igen. És az adó erre 14.000 dollár. Évente. Évente. Na, akkor ez lenne itt a klubház. Megyek utánad. Ez a klubháznak a belső tere, amit látjátok. Feldíszített karácsonyfával. Igen. Milyen szép. Nagyon. Itt lehet látni, hogy a lakóparkban milyen színűre festetted a házadat. Kívül, belül? Kívül. Belülre olyanra fested, amilyenre szeretnéd, de kívül... Ezek a színek mehetnek. Szürkés, zöldes és a fehérnek az árnyalatai. Teljes mértékben a divat színek, nem? Pontosan. Már 2024-es. És akkor itt a lépcsőn fel lehet menni a fitnessterembe, vagy van ott egy lift azzal is. De előbb menjünk, nézzük meg a medencét. Itt lehet ülni, pihenni. Két medence van itt. Van a kisgyerekeknek, olyan 5-6 éves korig, meg akkor a nagyobb gyerekeknek, meg a felnőtteknek. És hogyha balra nézel, akkor ott van a játszótér. Itt lehet napozni, és a túloldalon jacuzzi is van. Ja, ami arra van. Ez a medence olyan, mintha az óceánba mennél be, ugyanis lassan mélyül.
Most megyünk, gondolom, a klubhelyiségek felé. Igen. Bármi gondod van, mit tudom én, a fűnyírása, hogyha benne van, vagy bármi gondod, akkor ide jössz a Management Office-ba. Segítenek, megoldják. Ja. Igen. Itt ebbe a szobában lehet biliárdozni, és fent a fitness teremben vannak fitness órák is. És innen ki lehet menni a medencéhez. Ez a klubszoba, amit a családok használhatnak különböző családi eseményekre. És ez lehet születésnapi parti, lehet házassági évforduló. Ott különben van arrébe egy nagyobb klubház, ahol szerintem... Ennél is nagyobb? Igen, ahol vagy 200-300 ember össze tud jönni. Az már olyan, ahol bálokat is tartanak? Igen. Kint egy picit zajolnak, mert épp a légkondit szerelik, vagy nem tudom mit. Azt takarítják. Takarítják. Igen. Ez ja. A szoba, hát vagy helyiség? Ez egy lounge, ahol le lehet jönni, beszélgetni, számítógépezni. Lehet itt is partikat csinálni. És milyen jó az ünnepi dekoráció. Itt már készülnek is valami bulira, mert kint vannak a poharak. Meg itt vannak a tányérok, nézd csak, milyen szép. Ez lenne a nagyobb bárom, ahol 200-300 ember, vagyis pontosan oda ki van érve, 232 ember fér ide. És akkor itt táncolhatnak. Itt lehet táncolni, itt kisebb esküvők szoktak lenni. Mindenképpen ilyen elegáns összejövetele. Igen. Innen is ki lehet menni a medencéhez. Azért az eléggé egyértelmű, hogy itt ez a vagyonosabb rétegnek van, az ilyen típusú lakópark, de innen majd megyünk egy másikhoz is, ahol viszont a golfozás szerelmeseire gondoltak. Igen, az egy country club, úgyhogy megyünk megnézni azt is. Ahol lényegében, ha szeretsz golfozni, akkor ott tudsz, van olyan lehetőség, hogy tudsz venni golf membership-et. Vagyis tagságit, éves tagságit. Igen. A fitnessbe lehet lifttel is menni, vagy itt fel a lépcsőn. Próbálunk diszkrétek lenni, mert látom, hogy a fitness termet azt használják sokan, de ez milyen jó, hogy a szülő itt tudja hagyni a gyerekét, rálát ugye az ablakon keresztül, és itt játszhat, míg ő tornázik. Talán nem sértődnek meg, hogyha innen, azért megmutatom, rengeteg gép van. Itt lehet jogázni, tornázni, zumbázni, bármilyen fitness gyakorlatot csinálni. Azért a bútorokon is látszik, hogy ez egy felső kategóriás lakópark. Ilyenkor mindig jön a kérdés, hogy mégis kik engedhetik ezt meg maguknak. Hát cégvezetők, orvosok, ügyvédek. Amíg megyünk a sportpályákhoz, addig mondok egy érdekességet. Ez a lakópark össze van kötve a szembe lévő lakóparkkal, és használhatják a medencét például, ha megunnák a sajátjukat. Pontosan. Itt van az alagút, ahol át tudunk menni a másik lakóparkba. Ez hihetetlen. Fölöttünk meg mennek az autók? Igen. Elképesztő, nem? Tehát, hogy ez nem egy városi dolog, hanem egy lakóparknak a sajátja. Ez az újabb építésű, nem? Ahová érkezünk. Igen, ez az újabb építésű. Itt kinti fitness gépek is vannak. Ja. Hát a fiatalabb közönségnek ugye az elmúlt 2-3 évben épült. Árban, árkategóriában ugyanaz nagyjából? Körülbelül ugyanaz. Ott egy picit nagyobb kert van hozzá. Itt meg a stílus az más. Esős napunk van, és lassan besötétedik, de nem baj, mert legalább akkor meg tudjuk mutatni a karácsonyi fényeket. Csak a medence részét mutatjuk meg, mert hát nem itt vagyunk ebben a lakóparkban. Igazából itt is ugyanazok a szolgáltatások vannak, csak másféle stílusban. Ott van bent a fitness terem, itt van a medence, és középen van a jacuzzi. Tegnap még 27 fok volt és napsütés, most esőben tudjuk nektek mutatni, persze jobb látvány lenne ragyogó napsütésben. Ez van, most tél van itt is. Igazából ez az, amit mi várunk, ezt a kis hűvös időt. Igen, hogy fel tudjuk venni a kis csekinket, a zárt cipőnket. Végre. Ja, meg néha a csizmánkat. Andit folyamatosan hívják az ügyfelek. Az ingatlan biznisz akkor ezek szerint az ünnepkor sem áll le? Nem, az mindig 24 órába pörög. Amíg jöttünk ide, a kocsiban is folyamatosan csörgött a telefonod. Kiadó, eladó házakat keresnek. Azt gondoltam, igen, hogy ilyenkor már azért nyugi van. Mutatok most nektek egy nagyon tipikus dolgot Floridába. Nézd csak arra. Még az autókat is feldíszítik ilyenkor az ünnepre. Igazából olyan nagy a lakópark, hogy 7 percre van innen a másik ingatlan. És 2,5 mérföldre.
Közben már mutatjuk az esti fényeket, mert hát most már tényleg besötétedett. Így jól látni a kivilágítást, az ünnepi dekorációt a házaknál. Tehát itt egy külön kapu van, át kell menni a másik részbe. Igen, igen. Itt a főbejáratnál egyébként nagyon szép a világítás. Kimegyünk a kapun, és akkor bemegyünk a másikon. Az alagúton keresztül ebbe a lakóparkba mentünk át, ez van a szomszédságban. Megérkeztünk akkor a másik kapuhoz, itt megyünk be a sorházas részhez. Hát itt is korábban sötétedik. 5 óra után már ilyen a helyzet. Igen. Lehet, hogy nem annyira jól néz ki, hogy itt este forgatjuk ezt a videót, de hát pont azért tettük estére, hogy az ünnepi fényeket lássuk a városban. Ez egy 4 szobás, 3,5 fürdőszobás, sorház, dupla garázsa. Itt jöttünk be, és akkor ezt a helyiséget lehet étkezőnek használni, és ahogy átsétálunk ide, ez pedig lenne a nappali, és itt van a konyha. Itt a földszinten van egy fél fürdőszoba, meg itt van a garázs. Nem tudjuk felkapcsolni a lámpát a garázsba, úgyhogy fölösleges megmutatni. Viszont kívülről látszik, hogy dupla garázs. Igen. Ha a nappaliból kimegyünk egyébként világosban, akkor mit látnánk? Egy kis kertet, és ez egy tóra néz. A sötétben nem megyünk ki most az aligátorokhoz, viszont amit én látok, hogy átlagos állapotú az ingatlan. Igen, ez az ingatlan még nem volt felújítva. Hogy mit értünk átlagos alatt? Ugye mondjuk a lépcsőkorlát, a burkolat. És a konyhabútor. Igen, az is. Itt van egy pici sziget, mögé lehet ugye bárszékeket tenni, ott reggelizni. És ahogy megszokhattátok, a háztartási gépek azok maradnak. Ó, látjátok, itt már villanytűzhely van. A házban viszont gáz volt. És itt hátul vannak a gombok. És itt hátul jó kelni kell a forró gőz felett. Emeleti rész, megyek utánad. Jó, gyere, nézzük meg. Azért egy picit nevettünk ezeken a megoldásokon, hogy mi ez a kis színpadrész itt a feljárónál. Hát igen, itt lehet játszani a Romeo és Juliet, a Titanic. Nagyon sok floridai háznál ugyanazok a csaptelepek, fürdőkád megoldások köszönnek vissza. Igen, ez egy standard. Itt az építkezők arra mennek, hogy hogy lehet a legolcsóbban felépíteni. Szerintem mindenhol. Igen, itt is lehet választani, szóval amikor építik, és akkor pont vadonatújon, amit megveszel, akkor lehet mondani, hogy ne ilyen csempét tegyen le, hanem más fajtát, ne szőnyeget, hanem csempézzék le. Lehet kérni, csak akkor többet kell fizetni. Na most én leszek Júlia, és beállok ide a közbe, hogy megmutassam nektek a folyosó részt. Ez a mosókonyha lényegében mosógép, szárítógép. Nincsen külön helység, hanem ezt betették egy ilyen szekrénybe, gardróbba. Ehhez a szobához van egy egész fürdő. Nem sokban különbözik egyébként a másik fürdőszobától, amit majd mindjárt megmutatunk. Itt van egy gyerekszoba, hogy tudod használni irodának is. Igen, ez egy kisebb szoba. Benne a gardrób, a szokásos. Mellette ez pedig lenne a szülői háló. Belül egy hatalmas nagy gardrób, és akkor itt van a fürdőszoba. Külön van a WC. Dupla mosdó, fürdőkád, és itt a zuhanyzó. A folyosó másik végén van még 2 szoba. Ez a 2 szobához tartozik egy fürdőszoba. Ez az egyik szoba gardróbba. Ez lenne a negyedik szoba gardróbban. Meg egy jó hangos ventilátorral. Ja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben a városban egy ilyen kategóriájú ingatlan, egy sorház mennyibe kerül. Ez a sorház 619.500 dollár.
Itt van a community-ben egy olyan sorház, ahol csak egy garázs aljon, és lent van egy szoba, meg egy egész fürdő, annak sokkal jobb az elosztása. Közös költség, $612 havonta. Hát az sem kevés. És az adó pedig $11,000 évente. Ahová viszont most megyünk, az egy teljesen más kategória. Egy country club, amit még nem mutattunk eddig. It's night in the city, and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. Country clubokból ezerféle van. Golf, tenisz, aki lovagolni szeret, annak is van. Még saját leszállópályás is, mert olyat is láttam. Ahol most vagyunk, ez egy golf country club. Az a hobbit, hogy szeretsz golfozni, akkor beköltözöl egy golfos country clubba, és minden nap gyakorlatilag a hátsó kerted a golfpálya, és használhatod. Nagyon becsapós, amikor ingatlan hirdetéseket nézünk, hogy milyen olcsó ingatlanok vannak egy lakóparkban. Ha a tagsági díj kötelező egy country clubba, akkor általában ott az ingatlanok olcsóbbak, mivel neked évente kell fizetni a tagsági díjat. Mondj egy összeget. Például, hogyha valakinek a golf a hobbija, beköltözik a golf lakóparkba, az éves tagsági mennyi, amit fizetnie kell nagyjából? Hát ez lehet 20, 30, 40, 50 ezer dollár, attól függ, hogy melyik country clubba vagy. Egyébként ez az ingatlan, amit megnézünk, hány szobás? Ez egy 5 szobás és 3 fürdőszobás. Na itt a bejáratnál, ahogy bejövünk, rögtön van egy dolgozószoba. Ez napközben biztos nagyon világos, mert rengeteg ablak van. Igen. Igen, hogyha látod, így háromszögben van ablak. Akkor menjünk erre, itt lesz a garázs. Dupla garázs. Dupla garázs. Bőven van tároló. És vele szemben. Itt van a mosókonyha. És itt van még a lépcső alatt plusz ilyen tároló. A garázs és a mosókonyha között van egy fürdő. Igen, hogyha erre jövünk, akkor itt van a nappali, a konyha és a reggeliző. Hatalmas a galériás része. És hogyha erre megyünk, akkor itt van egy szoba, gardróbban. Ebből a szobából be lehet abba a fürdőbe menni, ahol az előbb voltam. Itt a mikró. Nem sokat használták a sütőt az utóbbi 6 évben. És akkor fölötte van a mikró? Igen, ez a mikró. Nem a tűzhely fölött, ott akkor pára elszívó van. És itt a mosogatógép. Nappali, étkező, és akkor így a konyha így együtt van. És van itt még lent még egy szoba? Igen, az a szülői háló. Mindig a legnagyobb, a legtágasabb. A szobán belül van gardrób és fürdőszoba, és itt van az egyik gardrób, a hölgyeké, ez pedig az uraké, mert szerintem ez kisebb. Ez a másik gardrób, vele szemben a WC, külön helyiségben, és akkor a fürdőszoba. Zuhanyzó, kád. Dupla mosdó van? Igen, van itt a hölgyeknek. Ez egy sminkasztal? Ja, ez egy sminkasztal. Azért mondom, hogy ez a hölgyekén. És akkor a férfi mosdó mellett ott még mi van az ajtó mögött? Tároló. Törölközőknek. És még az zuhanyzót is megmutatom nektek. Na, akkor menjünk fel, nézzük meg a többi szobát.
Mielőtt bemegyünk a szobába, azért megmutatom innen fentről a kilátást. Arra is vannak szobák. De kezdjünk itt. Akkor itt lenne az egyik gyerekszoba a gardróbban. És a gardrób mellett? Itt van egy fürdőszoba. Innen is be lehet jönni, meg a folyosóról is. Na, így. És akkor itt vagyok. Hello! Tehát tettünk egy kört. Ott a szobámba mentünk be, és itt jövünk ki a folyosó részre. Megyünk akkor tovább a többi szobához. Na, menjünk, nézzük tovább. Jó, hűvösre van állítva. 21 fok van itt. Akkor kell a pulóver. Ja, ha Floridában laksz már pár éve, utána... Az már hideg. Az már hideg. Megnézzük a negyedik szobát. És akkor itt is van egy gardrób hozzá, szobához. Ide lehet egy kis olvasó sarkot kialakítani. Igen. És itt van egy másik, az ötödik szoba, az egy hatalmas nagy szoba. A tévéállványból gondolom, hogy ez ilyen családi játszószoba lehet, nem? Szerintem is az lehetett. Itt lehet mozizni, játszani, pihenni, vagy tanulni. Még innen is a kilátás. Most menjünk ki a medencéhez. Itt lehet kinti konyhát kialakítani, üldögélni a medencénél. Napozni és élvezni a kilátást a tóra. Az ára ennek a háznak 1.249.000 dollár. Közös költség 986 dollár havonta, és az adó pedig 15.000 dollár egy évre. Említs meg néhányat az extra szolgáltatások közül, amik előfordulnak az ilyen country clubokban. Óvoda, akkor étterem, elmehetsz enni és vacsorázni. Vagy profi séfek vannak. Igen. Itt nem kötelező a tagsági díj, de ha meg szeretnéd venni a golf tagsági díja, meg tudod venni 45.000-ért, plusz havonta 1500 dollárt kell fizetned. Egyébként, ha itt szeretnél venni golf tagsági díjat, és szeretnél golfozni, most egyelőre itt nem tudsz venni, hanem várólistára kell menned. Annyira népszerű. Igen, annyira népszerű. Jó ünnepi készülődést kívánunk nektek! Boldog karácsonyt, és jövőre is találkozunk! Sziasztok! Sziasztok!